A Benc úrházban igen izgalmas és érdekes programok vannak, ezek közé tartozik a Kocka cukor, amelynek műsorvezetője Vince Lilla. Szeretettel köszöntelek, nem csak énekes, előadó művész, hanem pedagógus is egy szemében. És hogy a következő szeptember 27-i beszélgetés is nagyon jó lesz, annak a vendége, a biztosítéka, Gróf Széchenyi Tímea, nem tudom, hogy a grófi nevet használod-e vagy sem. Nem, de köszönöm szépen. Szóval Széchenyi Tímea, aki egyben a legnagyobb magyarnak, Gróf Széchenyi Istvánnak, az egészen pontosan fogom mondani, tehát a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke és kuratóriumának tagja. Tehát természetesen a családról és rólatok, utódokról is szó lesz. Lilla. Nem is a Széchenyi Tímeával kezdjük, hanem az, hogy mi alapján válogatod a vendégeket össze. Beleszeretek olyan témákba, amit nagyon fontos számomra, és nagyon hálás vagyok, hogy itt a kerületben folytathatom lassan 5 éve a Benc úrházban. Ugyanis a zene mellett és a tanítás mellett nagyon fontos az, hogy olyan események, vagy olyan történelmi dolgok is foglalkoztatnak, mivel itt kerületben is sokáig éltem, tudod, mennyire szeretem a régi dolgokat, a régi családokat, a történelmi családokat és a magyar történelmet, minden, ami nagyon fontos, hogy mivé lettünk, akár a saját szellemiségünkben, és mint énekesnőt, mert tanárt is foglalkoztat. És most nagyon nagy találkozásunk volt közel egy fél éve Tímeával, egy különleges rendezvényen, és nekem régi vágyam, én nagyon szeretem Széchenyi István életét, a fantasztikus, a naplója nekem olyan, mint egy kicsit egy biblia, egy másik biblia a saját életemben is. És azt gondolom, hogy most Magyarországon itthon nagyon fontos ezeknek az értékeknek újra erről mesélni, az ő családjáról, az értékeiről, az értékteremtéséről, hiszen valójában csomó mindent a reformkorban ennek köszönhetünk, hogy itt ilyen körülmények között élhetünk. És ezért választottam, és boldogság, hogy közösen szervezhetjük ezt az estet most. Azt gondolom, hogy egy ilyen estre egészen máshogy készül a műsorvezetői, és természetesen a vendég is, mint mondjuk egy tudományos előadásra. Amikor meghívott Lilla, illetve kikristályosodott az időpont, akkor mi fogalmazódott meg benned? Mi az, amit annak a közönségnek, aki eljön és megtisztel benneteket, amit tudatosítani szeretnél elsősorban? Az alapítvány maga, a Széchenyi család maga, vagy ti magatok az örökösök? Hát azt gondolom, hogy ez így mind a hárman összefogva bekerült az alapítványba. Az alapítvány pont ezért jött létre, hogy ne vonatkoztassunk el. Ez így mind a három szempont nagyon fontos volt, amit most elmondtál. Úgy gondolom, hogy egy picit szeretném a Széchenyi örökséget megismertetni a közönséggel, és ezekről a dolgokról. A szellemi örökség, amit ránk hagyományozódott, ebben az esetben sokkal fontosabb, mint mondjuk az én személyem, vagy a gyerekeim személye, vagy a testvéreim. Mi inkább az örökséget, a szellemi hagyatékot szeretnénk, ami a miénk tulajdonképpen, szóval ezek is mi vagyunk. Az az érdekes, hogy ugye teli vagyunk Széchenyi emlékhelyekkel. Mindenki tudja, hogy volt egy Széchenyi gróf, aki egy nagyon jó elme volt, van, aki olvasott róla, van, aki filmet látott róla. Nem tiszta a kép. Én magam a Magyar Tudományos Akadémián, a Széchenyi Társaságnál rengeteg előadást hallgattam végig, muzeológusokat, kutatókat, és amikor már rengeteg dolgot láttam és hallottam Széchenyiről, akkor rájöttem, hogy az ég adta világon semmit nem tudok erről a elképesztő koponyáról, aki nélkül Európa ma nem lenne olyan, mint amilyen Európa. Nézzük meg, hogy mi tartasz te az ő legfőbb 5 vagy 10 erényének. Húha. Hát azt gondolom, hogy rengeteg nagyon-nagyon fontos dolgot tett, de az a hit és az az építő jellegű munkásság, amivel ő magyar az országa felé fordult, szerintem ez volt a legeslegfontosabb, és hogy ezt önzetlenül tette. Tehát nem kért cserébe semmit, és itt van, amit én szeretném, hogyha erre odafigyelnénk, és ez lenne egy támpontja az alapítványnak is, hogy adjunk és építsünk, mert ő igazság szerint nem kért érte semmit, de rengeteg sok mindent kapott. Még mindig róla beszélünk, és ránk hagyományozta a szellemi és az épített örökségét. Ez egy. Tehát így van. Nézzünk másikat.
Tehát ez volt a szellemi öröksége. A tiszta szíve, az önzetlensége, a család iránti szeretete, az emberek iránti szeretete. Azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos az én és az alapítvány, és egyébként úgy gondolom, hogy a családom életében, hogy itt is vehetünk róla példát. Annyira érdekes, és most azért állítalak meg, mert elhangzott 5 vagy 6 emberi tulajdonság. Így van. És nem az hangzott alapvetően el, emberi hogy igen. Igen. Erkölcsileg igen. Erkölcsi emberi szóval, hogy én ezt akarom, igen. Ezt szeretném, igen. Hogyha látnák az emberek, nem, hogy ő egy igen. Ember volt. Nem az hangzott el, hogy ő neki köszönhető, hogy van egy Lánchíd. Így van. Hát az a rengeteg. De hogyha nem lettek volna ilyen jó emberi tulajdonság, akkor nem lenne Lánchíd. Igen. És nem lenne akadémiánk, meg még egyéb sok minden másunk sem lenne, és ez nem csak rá vonatkozik, hanem akkor Széchenyi Ferencet is, az édesapját is megnézhetjük a Nemzeti Múzeummal, vagy Széchenyi Ödönt, aki a lagút mellett lévő kis vasutat, ami fölvisz a várba minket, szóval itt csak ezek az emberek adtak önzetlenül, és nagyon-nagyon fontos emberi, jó emberi tulajdonságokat tudtak magukévá. Szóval nekem ő egy ember volt. Méghozzá egy igaz ember, igen. Akit azt gondolom, hogy nem elégszer dicsérni és fölhozni jó példának, mert tényleg feledésbe merülnek ezek a fantasztikus erények. Igen, és igen. Fantasztikus és mert ahogy mondod, tettek. Hogy én is elmegyek milliónyi előadásra, és mindenki mindent mond róla, de ez olyan nagyon tudományos. Uh-huh. Én egy picit másképp látom ezt a dolgot, meg a család is másképp. Nekünk nem az a nagyon tudományos. Picit az emberi oldalán azt gondolom, hogy nagyon-nagyon, szerintem fontosabb, mint a tudományos na, része. Ezért kapaszkodok igen, is bele, igen, mi igen, el is határoztuk, igen. Hogy ezt a részét úgy beszélni azért, a családon belül most jönnek ugye még más meglepetés vendégek is, Fonagy Zoltán is, aki viszont nyilván képviseli a tudományos kutatót, uh-huh. De ez lesz nagyon szép, hogy a tudományos kutatók, és a család leszármazottai, mi ma többen hogy gondolkodunk erről, és ami nekem a kiindulási pont lesz egy kicsit, hogy valójában az az egészben nagyon izgalmas, hogy az a zseniális fiatal ember, aki ugyanúgy élte a fiatal korát, a nemesi család minden jó megáldott sorsával és adottságaival Bécsben, az a fiatal ember még Magyarországról, vagy a nemzettudatról semmit nem úgy gondolt eleinte, ugyanúgy élte, katona volt, nagyon jó katona ráadásul, nagyszerű lovas volt, nagyon, nagyon márak fiatalon is lehetett érezni, hogy felelősség van benne, de nem volt elkötelezett. És engem az a folyamat izgat, uh-huh. Hogy a 10-es, 20-as évek után, a 30-as években hogyan alakult a saját magánéleti megoldása, és a nemzettudat, hogy mitől lett Széchenyi gróf Széchenyi Istvánból a nagy magyar, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az, hogy elkezdett utazni, látta a világot Veselényivel, aki szinte egy nagy kedvencünk, aki szerintem legalább egy akkora személyiség, ezzel lehet majd nyilván még beszélgetni, mint Kossuth, hogy miért esett ki ebből a triumvirátusból, uh-huh. Az is engem például mindig izgat, de gyakorlatilag ez a fiatal ember hogyan lett egy hihetetlen... Hazafi és nemzettudattal elkötelezetten Magyarországon, és magyar, mert ugye ide is költözött Budapestre, tehát ő elkötelezett. Furcsa, igen, hogy pláne ebben a furcsa világban, amikor nagyon szabadon mozoghatunk, illetve nem furcsa, tehát egy természetes világ, hogy nyugodtan mozoghatunk Európában, vagy a világ minden részére, ha anyagilag meg lehet engedni, mivel jönnek haza arról a tanulmányútról, a céhmesteri tanulmányútról a fiatalok, és mit hoznak utána haza Magyarországból, mind abból a tudásból, mert ő nála ezt mert hogy annak meg. Is kell örülnünk, hogyha hazajönnek. Szóval, hogy én azt látom, és Lillának akarok erre válaszolni, hogy mi volt. Szóval itt volt azért egy nagyon komoly család. Tehát Széchenyi Ferenc és Festetics Júlia egy iszonyú nagy szeretetben nevelte a gyerekeit. Tehát, hogy az akkori időknek nem megfelelően ők egy családban éltek. Én azt gondolom, hogy ott annyi szeretet és annyi támogatást kapott az édesapjától, ami erre az útra terelte. Szóval, hogy ezért is volt ez. És akkor én itt próbálok mindig, hogy a család többi tagjáról is beszéljünk, mert az, hogy István így ki tudott nőni ebből a családból, és egy ekkora hagyatékot hagyott ránk, ez köszönhető az édesapjának, az édesanyjának, a testvéreinek, és mindenki tette a dolgát.
És azért fontos, hogy beszélgessünk, hogy ne csak róla, mert úgy fogjuk tudni megismerni őt, magát, az embert, hogyha a többiekről is egy kicsit Igen, szól. Az alapítvány is az, hogy Gróf Széchenyi család alapítvány. Tehát itt egy sokágú dinasztiáról van szó. Évtizedeken, sőt évszázadokon átívelő dinasztiáról a maga oldalágaival. Mindenki beleillett a családba a te család kutatásod alapján? Már hogy az alapítvány színeivel? Nem. Feleségek, oldalágról bejövők, tehát mennyire, hogy mondjam neked? Tudott megmaradni igen, tehát kisugárzással, jegyben gondolkodva igen, most vagy, látva. Vagy hogy volt-e benne olyan, igen, olyan gondolom, feleség, hogy... vagy olyan férj, aki kilógott a sorból? Természetesen, minden családban előfordul. De azt gondolom, hogy tudta azért alapvetőleg... ahhoz, hogy megmaradjon ez a... Sokszor tudjuk, hogy egy rossz házasság... Sok nagyon gyerek is volt, mert ugye fogad a gyerekekkel. Ez még nekem is nagyon nehéz. Szóval én, amikor azt mondtuk mi közösen itt, hogy na akkor legyen egy alapítvány, akkor azért nagyon sok dolog volt ebben, és nagyon sok dolog van most is abban, hogy ezt összefogjuk, nem mindenki ért mindenben egyet, de mi nagyon megpróbáljuk, és én főképpen a motorja lenni, a jó motorja lenni ennek az egész alapítványnak, próbálunk igen, úgy viselkedni, és úgy tenni a dolgunkat, hogy mindenki belekerüljön. De természetesen vannak szélsőségek. Hát igen, ez egy másik kérdés, de azt gondolom, hogy itt azért a Széchenyiek erejébe csordogál valami, és ezt nem fogja tudni tőlünk senki elvenni, úgyhogy sok minden történt velünk az elmúlt időszakban, de ez valahogy mindig kicsordul, hogy akkor így tudunk mi dolgozni. Hányan hoztátok létre az alapítványt, hány éve működik, és azon kívül, hogy a család emlékét és a családban levő erőt megpróbáljátok a köztudatba elvinni, mi az, ami a fő motivumotok? 2013-ban jött létre ez az alapítvány. Ez egy közös elhatározás volt. Nekem van kettő öcsém, a Széchenyi Krisztián, vele már jártam itt, a Széchenyi Gábor. Gábor az egyik alapító, a Széchenyi Viktória nagylányom a másik alapító, a család többi tagja a kurátorok. Vannak külsős munkatársaink is, mert hát másképp nem tudnánk működni. A küldetésünk a Széchenyi örökség ápolása, ez az első számú fontos része az alapítvány életének, de természetesen azért nagyon sok, mert hogy Széchenyi Istvánnak és ennek a családnak rettenesen szerteágazó feladatai voltak, és mi mindig valamit visszahozunk, úgyhogy hát van Széchenyi Szabad Akadémiánk, az Óbudai Egyetemmel együttműködésben minden hónap utolsó szerdáján egy estet tartunk, ahol szintén beszélgetünk és előadást tartunk. Ezen kívül most, ezen a héten Széchenyi István születésnapján, szeptember 21-én tisztelgünk előtte az év Széchenyi vállalkozása díjkiosztó ünnepségünkön. Itt egy picit a gazdasági életet szerettük volna felkarolni és díjazni. Nemzeti Múzeummal közösen ez sikerült, Varga Benedek úrral támogatja az alapítványt, és ott fogjuk ezt megtartani. Lesz egy nagyon klassz Széchenyi örökség kiállítás, Lipták Villa. A héten szerdán este 6 órakor van a megnyitója. Itt próbáltam egy picikét a tűzoltókat elhívni, Széchenyi Ödön, ugye a tűzoltónk, hogy hozzanak az életéből egy pici részt. Találtam egy Széchenyi kutató, gyűjtőt, aki elképesztő dolgokat hoz nekünk, mondjuk az ecseri piacról, szóval, hogy ezek is nagyon érdekes dolgok. Dr. Messik Miklós képkiállítást hoz. Széchenyi táborunk van például, amikor 5-től 8. osztályos gyerekeket fogadunk. A táborunk ingyenes, támogatókkal közösen dolgozunk, és megmutatjuk nekik, hogy mit is jelentett a Széchenyi családban élni, milyen keresztény életmódot éltek az akkoriak, és most is mi az, ami fontos, úgyhogy nagyon sok mindent csinál, szoktunk kiállítást szervezni, és dolgozunk. Azért voltam kíváncsi, hogy mennyire találta meg a magyar társadalomban a helyét az alapítvány, mert a Széchenyi nevet nagyon sokan magukénak érzik. Így van. Mi még nem. Sokan használják. Igen, sokan használják, sokan kihasználják, sokan nagyon jó dolgokra használják, tehát ez teljesen természetes. De nektek, mint családnak meg kellett találni a saját arcotokat, saját helyeteket. Ez azért még mindig folyamatban van. Ez még folyamatban van. De említetted már a Tudományos Akadémiát, az Óbudai Egyetemet, a Nemzeti
Nemzeti Múzeumot. Tehát az azt jelenti, hogy azért előbb-utóbb látják bennetek persze, azt a igen, komoly igen. szándékot, ami, ami az örökséget. Nagyon sokat dolgozunk ezért, nagyon hatalmas a feladat. Egyáltalán, hogy nagy szemekkel néznek rám, amikor bemutatom Széchenyi Gézát, gróf Széchenyi Gézát, aki Széchenyi Istvánnak egyenes ági leszármazottja. Vagy hogy azt mondom, hogy azt kérdezik, hogy kicsoda ön, akkor azt mondom, Széchenyi István kisebbik bátyjának, Pálnak vagyunk leszármazottai. A földművelésügyi miniszter volt Pál. Szóval, hogy elképesztő dolog, és akkor csak pislogva néznek, hogy maguk élnek. Szóval, hogy nagyon sok a dolgunk, de szépen haladunk. Nyílnak az ajtók. Furcsa példát fogok igen. hozni. Albert Flóriánról el volt nevezve annak idején, ne vegye senki szentségtörésnek. Tehát Albert Flóriánról el volt nevezve az Üllői úti stadion. És aztán egy biztonsági őr szolgálatosok védték a meccserőt, és Albert Flóri, amikor új biztonsági szolgálat be akart menni a saját maga róla általa elnevezett stadionba, és nem engedték be. Találkoztatok-e ilyen példával? Igen, találkoztunk, de én ezt nem szeretném most. Hát szerintem. Erről nem szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez... Hát ez már meg fogjátok találni a saját arcotokat. Én úgy gondolom, hogy igen, igen. Tehát megvan az arcuk. Babucsának, én azt gondolom, hogy a nyilvánosság hanem előtt az, hogy elfogadjanak bennünket, hogy azt mondják, hogy igen, Széchenyi Géza, gyere be a Nagyszentki kastélyba, mert hogy tulajdonképpen ez neked valamiféle otthonod. Igen, találkoztunk ilyennel, de a helyzet egyre jobb. Szorgalmasak vagyunk, és jót teszünk, szóval ez a mi varázsunk, hogy nem akarunk senkitől semmit elvenni. Természetesen nem fogok lelőni minden poént, mert azért Lillának is hagyok majd kérdezni való bőségesen, hiszen a Benczúr házba hívjuk Önöket 27-én 19 órára a Kocka Cukor című beszélgetése, amely azt hiszem, hogy rendkívül izgalmas és érdekes lesz. De nem csak a Benczúr ház miatt kötötsz te, mint Széchenyi Tímea, egyeneságú leszármazott-e a Széchenyieknek a 6. kerülethez, Terézvároshoz, hanem a gyerekeid ide jártak iskolába. Hát igen, egyrésztről a Bajza utcai általános iskolában végzett a nagyfiam Széchenyi Márk, és a kislányom Széchenyi Kinga, ő a legkisebbik gyermekem, ő pedig a Derkovics Gyula általános iskolába végzett. De most visszamegyünk a te általános iskoládhoz. Amikor az osztálytársakban tudatosult, hogy te Széchenyi gyerek vagy, és Széchenyiről tanultatok, akkor ott egyáltalán szóba került ez, hogy ez a Széchenyi, az a Széchenyi? Nem, ez nem tudatosult. Nem. Benned akkor, sem tudatosult még akkor? Hát, nagyon titkolták ezt az édesapám. Hát ez a szocializmus időszakában volt, ez a kommunista rendszernek igen. az akkori fájdalma, ugye sérelme, hogy az én édesapám lelki okok miatt nem szeretett volna erről beszélni, és most mondjuk én sem kezdem el ezt, de hogy neki lelki okai voltak, amiért ő nem vont ebbe bele. A nagypapám, gróf Széchenyi Pál pedig úgy indított a első osztályba, hogy nem kell dicsekedned avval, hogy te Széchenyi lány vagy. Úgyhogy az akkori osztálytársaim nem gondolom, hogy valamit is gondoltak erről az egészről. Egy-egy tanárnő, pedagógus volt, aki úgy kicsit megsimogatta a fejemet, és akkor ott valamit mondott, de teljesen más volt akkor, mint most. Mennyire furcsa. Igen. Nekem otthon. Is furcsa. Igen. Nem volt furcsa neked? Nem gondolkodtál-e azon, hogy miért beszélnek így otthon? Tehát ez egy kettős beszéd hát volt. Sokkal már később, nagyon sok családban meg sokkal volt. Később, tényleg annyira titok volt ez az egész, vagy annyira nem beszéltek, ez egy fájdalmas dolog volt. Nem is titok volt, inkább azt mondom, hogy ez fájdalmas dolog volt az édesapámnak és a nagypapámnak, hogy ők erről nem beszéltek. Tehát ment az élet, mi megnőttünk a testvéremmel, vigyáztak ránk, nevelgettek bennünket, de nem úgy, mint ahogy, szóval erről nem volt szó. Nekik volt olyan problémájuk, hogy meg voltak bélyegezve a szocializmusban? Hát az édesapámat kitelepítették, minden iskolából kirakták, nagypapámat minden munkahelyről, de börtönben is ült, szóval azért igen, persze. Tehát akkor megsínlette a nagyon, az édesapám nagyon. Igen, az, hogy igen. valaki jót tett az országának. Igen, hát igen. Milyen furcsa a sors. Nemrég került. Azt mondani, hogy a Jóisten hosszú távon igazságos. Persze, én tudom ezt. Hát ennyit számítanak a rendszerek. Igen, azért kinyújtak a kapuk szó szerint. Persze, ezért sokat igen, számított. Igen. Hát az igazság győz, én mindig ezt mondom. Hogy az mindig győzni fog az igazság. Hát reméljük, hogy így lesz. Utolsó kérdés, mert utolsó percnél vagyunk a beszélgetésben. Van-e olyan családi mese történet, amit tényleg úgy mesélnek, vagy meséltek el nektek, hogy szájhagyomány útján, és nincsen benne a történelemkönyvben?
Húha, hát most egy kicsit el kell gondolni. Ne, ne, húzd ki, mert hagyd legyen meglepetés. Na jó, mentsük föl. Mentsük, hagyd legyen, hogy lehetek el a kockacukorra, így van. Jó, mert pont arról szól, hogy ez egy nagyon szép előbeszélgetés, amit nagyon köszönünk, amit még nagyon fontosnak tartok, hogy ez mégiscsak egy zenés beszélgetés, kávéházi, régi stílusú, gyönyörű helyen van, ugye a közeg is olyan, ami felidézi ezt a kort. Most már az esküvők is ott vannak. Hát igen, mert gyönyörű, de itt megéljük azt a kort. Szó szerint most átérjük ezt a reformport egy kicsikét új zenében is, mert lesz egy művészbarátnőm, akivel egyébként is koncertezem, Gulyás Csilla hárfaművész, akivel olyan dalokat is hozunk, amivel meglepjük még a drága vendégeinket is, mert azért nagyon fontos elmondani, hogy mindez, mert az én valóságos lényem is inkább nyilván természetesen a művészetekhez közeli, de azáltal, hogy nagyon büszke vagyok arra, és nagyon megható, hogy ezt így együtt meg tudjuk csinálni, és együtt megvalósult ez az álmunk, erre várjuk az érdeklődőket, és hát zenével együtt is tisztelgünk. Széchenyi István előtt. Kiderülnek a titkok. Amire itt nem derülhet ez fény, az derül. Az igen. Majd ott igen. Kiderül. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőnk, tehát Benczúrház, szeptember 27-e, 19 óra, kockaszukor.